Sziasztok! Olteró vagyok, és mindenkit köszöntök itt a csatornán. Most az Isteni Feminimről szeretnék nektek beszélgetni. Természetesen reflektálunk azért az Isteni Maszkulinra is. Most inkább az Isteni Feminim lesz az, amiről beszélgetünk majd, mert elsősorban ez a rész az, amit annyira nem értünk, nem tudjuk, hogy mit jelent ez igazából. Lehet, hogy már találkoztatok ezzel a kifejezéssel, meg amúgy is most olyan női misztériumok kerülnek elő, ami kifejezetten foglalkozik és kapcsolódik az isteni fenémhez. És amúgy az intuíció is ebbe az arhetipikus képbe tartozik, tehát a taró, meg az ilyen jellegű dolgok, amik most egyre népszerűbbek, ezek mind egy picit a női misztériumokhoz kapcsolódik. Azt nagyon fontos tudni, hogy az ember önmagába, függetlenül attól, hogy ki milyen nembe tartozik, egyaránt hordozunk maszkulin és feminin minőségeket, ez a két fő archetípus mindannyiunkban benne van, nőkben és férfiakban egyaránt van, és ez az animus és az anima amúgy. Most a feminim, az a női oldallal foglalkozunk, de a férfiakban is él egy isteni feminim kép, nem csak a nőkben, ugye? Sajnos megfigyelhető az a jelenség, hogy az isteni feminim, de amúgy az isteni maszkulin is ilyen súlyozatlan. Természetesen azt tudjuk, hogy a mai világban a férfias minőségeket kedveljük jobban, azokat tanultuk meg, és elnyomtuk a női szempontokat. Hatalmas potenciál van amúgy, hogyha az isteni feminint is felfedezzük, és beépítjük, és felélesztjük ezt a fajta arhetípust is magunkba, és elfogadjuk, nem csak az árnyékba dugdossuk ezeket az értékeket. Tehát hatalmas lehetőség van abban, hogyha be tudjuk építeni az isteni feminin minőségeket, mert ezáltal úgymond rálelhetünk egy nagyon mély belső harmóniára, és ezért is nagyon fontos lenne ezeket a dolgokat megérteni. A patriarchális rendszerekben a női minőségek, a női archetípusok, a női fajta dolgok nagyon el voltak nyomva, és még most is érezzük amúgy ezeket. A nőies minőségeket sokszor nem értjük, és lényegében ez a videó erről is szól, hogy mit is jelentenek ezek. Sajnos, ugye elnyomták és leértékelték a női minőség értékeit. Amúgy gondolhatunk a középkori történésekre is, például a boszorkány égetésekre, mert az is egy ilyen jellegű arhetípus, tehát egy ilyen arhetípusnak az elnyomását szimbolizálja így a tudattalan szinten. És általában azok a nők voltak az áldozatok, akik megmertek szólalni, kimerték mondani azokat a dolgokat, amik bennük voltak, és kiálltak így dolgokért, és gyakran boszorkányt csináltak belőlük, pedig nem feltétlen voltak ők moszorkányok, tehát ezt a nőiséget megalázták. Amúgy rengeteg macskákat is égettek a babonás félelmeikben, és a macska is egy nőiség szimbólumként jelenik meg, mint tudjuk, hogy az így arhetipus szinten a nőiséget szimbolizálja, és ez tudattalan egy olyan jelenséget mutat, hogy a nőiség misztériumával kapcsolatban, a nőiséggel kapcsolatban ez az arhetípust, ezt így megpróbálták teljesen, háttérbe szorítani, kinyomni, és az árnyékba taszítani, azt mondani rá, hogy sötét, rossz. Nyilván tudjuk ma már, hogy tök a macskák, és semmi baj nincs velük, és nem kell gondolni ilyen bomonás dolgokra, hogy bármi baj lenne velük, mert nincsen semmilyen baj. Általában egyébként az állatok meg tudják jelenteni azt az archetípust, azt a szimbólumot, hogyha nem szimpatizálunk egy bizonyos állattal, hogy ott valamilyen probléma van avval az archetípussal. Természetesen amúgy számtalan oldalról megvilágíthatjuk ezt a történetet, hogy hogyan lett így elnyomva ez a női minőség, és hogyan került az árnyékba, és ennek milyen jelei voltak, mert számtalan ilyen dolgot föl lehetne sorolni, hogyan sikerült elnyomni ezt a női minőséget, és tényleg voltak bozasztó következménye is. És ugye a természet, az anyatermészet is egy isteni, feminin, arhetípus, és gondolhatunk a kiszáradt folyókra, a tavakra, hogy eltűnnek a méhek, és ami megint csak szimbolizálja ugye a női minőségeknek a háttérbe kerülését. És most kezdünk ugye felébredni ebből a mély kábulatból, hogy a nőiség minőségét egyre jobban meg szeretnénk érteni, és beszeretnénk építeni, és arra is kezdünk rájönni, hogy mennyire fontos a természet, hogy mennyire óvatosan kell bánni alapvetően a kizsákmányolásával, mert annak nagyon komoly következményei vannak. Éppen ezért is elkezdtek feléledni azok a rendszerek, amik mind a nőiség misztériumához tartoznak, és amúgy ilyen ez a boszorkánság, a gyógynövények, a transz, a sámánikus, animisztikus szemléletek, a médiumitástól, kezdve a tarónát, sok más hasonló intuíciós eszközig, mert az intuícióval kapcsolatos eszközök tartoznak ugye a feminim arhetípus alá. Ezek iránt nem csak a nők érdeklődnek, tehát ez nem csak a nőknek szól. Az isteni feminim, az benne van a férfiakban is, nem csak a nők számára fontos. Alapvetően ennek az a lényege, hogy a maszkulin és a feminim együtt teremt egy harmóniát, külön sokszor elveszettek. Ezek a dolgok mindannyiunknak szólnak, tehát nem csak a férfiaknak, nőknek, hanem így önmagába az embereknek. Most újraéledni látszik a nőiség iránti elkötelezettség. Megértjük, hogy mit is jelent számunkra a feminim oldal. Sokszor nagyon félreértelmezve gondolunk rá olyan jelzőkkel, mint gyenge, másodlagos és hasonló lekezelő és félrevezető értelemmel, ami sehogy sem fedi igazából a valóságot. A férfiak számára is fontos, hogy felismerjék az igazi feminim értékeket, mert addig tagadja ugye az isteni feminim oldalát, a saját mély, maszkulin oldalát sem tudja megélni, és egy beteg feminim oldal a tudattalamban akár párkapcsolati nehézségeket és torzulásokat is okozhatnak, nyilván pszichológiai jellegűeket. Ez nem csak a nőknek szól, bár nekünk nőknek is nagyon fontos üzenete van, mert így megtanulhatjuk értékelni önmagunkat. A múltból rengeteg. Történetet és tapasztalatot hozunk, alapvetően különböző viselkedés és kulturális dolgokat, amik segítenek vagy éppen akadályoznak minket, hogy kialakítsuk a valóságunkat a megfelelő szinten, és megteremtsük azt a biztonságot, hogy jól mozogjunk ebben a világban. Abban az esetben, hogyha a maszkulin vagy a feminim minőség kiegyensúlyozatlan, az egyik erősebb, a másik ugye el van nyomva és zavaros, vagy esetleg stagnáló, akkor ott érezhető lesz maga az elcsúszás. Itt valahol az is kérdés lesz, hogy hogyan tudjuk kiegyensúlyozni ezt a minőséget a saját életünkben, és fontos először megérteni és elfogadni a feminim értékeket is beépíteni az életünkbe. Olyan tulajdonságokat szoktunk az isteni feminimhez társítani, mint az intuíció, a rugalmasság, a gyógyulás, és amúgy a gyógyítás is, a bölcsesség, az érzelmek, a szenvedély, és a türelmesség, a nyitottság, a szépség és a befogadó képesség. Majd egy másik videóban lesz szó arról, hogy hogyan tudjuk ezt feléleszteni. Tehát az isteni maszkulin az Istennek az arhetípusa, és az isteni feminim az Istennőnek az arhetípusa. És ne féljünk ettől a csodálatos ajándéktól, amit a női minőség képvisel, mert ez is egy olyan csoda, amivel felébreszthetünk olyan szunnyadó, pozitív dolgokat, amik az árnyékban vannak, és ezzel még több szeretetet tudunk fölszabadítani magunkban, hisz ezek a dolgok alapvetően nem negatív dolgok, nem negatív minőségek, hanem nagyon sok csodát rejt is ez gazdagít minket alapvetően. Így mi nők is meg tudjuk találni az erőnket. Egyébként a nőkben is hatalmas nagy erő van, és ez egyfajta bölcsesség. A társadalmunk ugye nem szeretné elfogadni, és ezért számunkra ez kihívás jelent, hogy elfogadjuk és integráljuk ezt a feminim női minőséget. Az isteni feminim olyan jelleget képvisel, ami kapcsolódik a kreativitáshoz, a születéshez, az újraéledéshez, az élethez, a gyógyuláshoz, és ebben van egyfajta nyitottság, táplálás, és még a szerelem is ide tartozik, a megértés, a szenvedélyek, a belső látás, az intuíció, a bölcsesség, a megbocsájtás is egy feminim archetípus, a hold jelleg, a kapcsolódás, a harmónia és az érzékiség is egyfajta női minőség. És bátran fejezzük ki ezt a feminim arhetípust, és nyugodtan engedjük meg magunknak is, mert néha úgy érezzük, hogy ezek olyan dolgok, amik nem helyén valóak, vagy cikik, vagy nem menők, vagy ilyen jellegű dolgok, és annak ellenére, hogy ezek igazából tényleg ugyanolyan teljes jogú arhetípus, mint a maszkulin. Most akkor ennyi lett volna ez a videó, ez egy nagyon fontos téma amúgy, mert mindannyian foglalkozunk ezzel, még akkor is, hogyha ezek nem tudatosult dolgok, hogy most ezzel foglalkozunk, de nagyon gyakran foglalkozunk olyan témákkal, amik kapcsolódnak egyébként az isteni feminin minőségnek a, fölélesztésével, az integrálásával, mert ugye ez az ányékba került ez a fajta tulajdonság, ami egyébként egy pozitív jellegű tulajdonság, és egyáltalán nem negatív. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, már ebből is látom, hogy mennyire érdekel titeket ez a téma. Hogyha szeretnétek a csapathoz tartozni, akkor iratkozzatok fel, lesz még mindenféle hasonló téma, intuíciós, tarós, meg egyéb ilyen műmisztériummal kapcsolatos dolgok is biztos, hogy lesznek még. Hogyha úgy érzitek, hogy ez egy nagyon érdekes téma volt, és másokat is érdekel, akkor osszátok meg a videót. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen szép napotok, sziasztok!